Üdvözöllek a Berendi Mária Facebook oldalon. A célom ezzel a videóval, hogy segítsek azoknak az embereknek, akik a saját otthonokból akarnak üzletet vagy vállalkozást és anyagi biztonságot felépíteni a közösségi médián. Ez a vágy, hát manapság már teljes mértékben megvalósítható a közösségi médián. Ebben tudunk neked segíteni. Nagyon sok tapasztalat van ahhoz képest, amikor én elindultam ezt megtanulni. Több olyan dolog történt előtte is, utána is velem, ami abban az elhatározásomban erősített meg, hogy pár dologra nagyon fontos figyelni, amikor dolgozol valamilyen céggel, és a legfontosabb, hogy akkor is hogyan tarts szem előtt a saját érdekeidet. Ezekkel a dolgokkal kapcsolatban szeretnénk neked segíteni. Készítettem 3 okot, hogy miért fontosabb saját neved, márkát felépíteni a közösségi médián, ahelyett, hogy céget, terméket, szolgáltatást népszerűsítenél. Az első fő ok az, hogy a Facebook nem szereti, nem engedi, tiltsa és bünteti, ha valaki reklámoz. Mert ugyanis nem azért jönnek az emberek a Facebookra, hogy reklámot nézzenek, hanem azért, hogy kapcsolatot teremtsenek, informálódjanak, szórakozzanak. És nem azért, hogy kéretlen üzeneteket kapjanak, hogy mikor éppen melyik üzletbe kellene csatlakozniuk, így letámadásszerűen. A legamatőrebb módszernek mondja ezt Eric Worre, és úgy hívja ezt, hogy MLM tudatlanok egy könyvébe, úgyhogy ezzel a tiltással a Facebook védi a saját házatáját, mivel sok panasz érkezett ezzel kapcsolatban. A Facebook úgy állította be az algoritmusokat, hogy aki linkeket oszt meg, vagy kéretlen üzenetet oszt meg linkekkel, az bünteti, akár blokkolhatja is a Facebook oldalát, és minimálisan lehet ilyenkor elérni mondjuk a posztokat, a posztjaidat. A második ok, tehát ezért nem, mert rosszul használod ugye a közösségi médiát. Ez arra vonatkozik. A második ok pedig az, hogy a network marketingbe hogy épül fel az üzlet, ha van követő táborod, érdeklőid, és építed ki a követői táborodat. Mind a két esetben online és offline is egyformán működik, csak online sokkal gyorsabban és egy kicsit könnyebben lehet ezt megvalósítani. Van egy marketing típus, ami mindenki által elfogadott, és működik a közösségi médiában. Ez a vonzás marketing, ami reklámozás és céglogó nélkül is nagyon jól működik. A vonzás marketingnek a lényege az, hogy te tulajdonképpen a saját nevedet építed föl. A saját márka nevedet építed, amiben jó vagy, például egészségi tanácsokat szeretsz adni, fogyókúrás tanácsokat szeretsz adni, motivációs dolgokról szeretsz beszélni, aztán személyiségfejlesztéssel, vagy magáról, a szakmáról szeretsz beszélni. Vagy magáról a közösségi médián épülő anyagi biztonság felépítéséről, ez teljesen mindegy, de annak megvan a módja, hogy hogyan és miképpen a megoldásról beszélsz, és a hogyanról, de nem avval, hogy mivel és mit. Tehát az emberek keresnek megoldást a problémáikra, de nem szeretik, ha el akarsz adni nekik valamit, vagy egy üzletet lenyomni a torkán.
Ez azért, és azért a vonzás marketing alapelve, hogy saját márkát építeni, és egy követői tábort. Most beszéljünk csak a Facebookról, de lehet más platform is. A követőid, akiknek tetszik a témád, vonza őket, és szívesen követnek, ők a potenciális üzlettársaid, netán vásárlóid is lesznek. És nem te fogod őket fejbevágni valamilyen reklámmal, hanem ők önként fognak jelentkezni, hogy érdekli, vagy még több információt kérnek tőled. Tulajdonképpen ez röviden dióhéjban, ami történik ilyenkor. Ahhoz, hogy ezt az ember kiépítse, az nem szabad, hogy azonosuljon egy termékkel, céggel. Az a cég és az a termék úgy nagyon szépen el van a te reklámod nélkül is egyébként. Az emberek megoldás kell a problémáikra, és nem pedig termékeket akarnak nézegetni. És senki nem akar semmit venni, nem akar senki semmilyen üzletbe csatlakozni, de nagyon sok ember van, anyagi problémája, és nagyon sok ember van idő problémája, vagy mind a kettő, és arra szeretne megoldást, és ugye még lehet olyan is, hogy kiegészítő jövedelmet, de nem reklámozással. Nem akar ciki dolgokat csinálni, és nem akar elmaszkálni otthonronnen, vagy nem akar ilyen hármas beszélgetéseket lefolytatni otthonról. Az emberek semmilyen terméket nem akarnak vásárolni, de szívesen fogadnak el ajánlást attól, aki már mondjuk lefogyott, vagy visszafiatalította magát 5-10 évvel, és az egészségét tette helyre egy nagyon komoly egészségi kilengésből, vagy kibillenésből egy forradalmi program futtatásával. A harmadik ok, amiről beszéltem, hogy ha egy nagy cég bármit csinál, és ez hátrányosan érint téged, akkor mit csinálsz? Egyik héten reklámozod a sékes terméket, aztán a másiknak meg kriptovalutát? Én nem tudom, hogy te mivel tudsz azonosulni. Én saját magam üzletét építem egyetlen egy céggel, nem kötöttem sem szerződést, és nem forgalmazom az ő szolgáltatását, termékét, és szóba se jöhet az, hogy én kiposztoljam az ők logójukat az én oldalamra. Hát ez teljesen kizárt. A vonzás marketing alapelvével ellentétes, és nem tudja, vagy nem tanulta meg, vagy nincs elég információja róla, vagy mert a felső vonala ezt tanítsa. Sajnos még vannak mai nap is ilyenek. Ugye ez egy taszító marketinget folytat azzal, hogy nem a megfelelő módon használja a közösségi médiát, érdeklődők vásárlók keresésére és a saját nevének a kiépítésére. Millió más ok is van még, de ezek a legfontosabbak. Kérlek, oszd meg velem, hogy ha te ragaszkodsz ahhoz a céghez, amiben vagy, vagy nyitott vagy-e, mert a világ ugye változik, és mi van akkor, ha valami elavult lesz? Vagy mi van akkor, ha egy cég tényleg bezárja a kapuit? Vagy átalakul, mint az a cég, amiről korábban már említést tettem, és következő nap már megint egy másik cég lesz? És nem is biztos, hogy mindenki jól érzi magát abban, amit csinál. És lehet, hogy vannak követőid, akik pont így nem akarnak veled dolgozni. És akkor megígértem, hogy fogok adni két tippet arra, hogyan lehet a saját neved, márkát kiépíteni. Első, hogy fontos a témaválasztás, ugye saját neved alatt
A témaválasztás azt jelenti, hogy mit fogsz posztolni, hogyan képviseled magad a közösségi médiában. Ugye erre eszköz ugye a poszt, az élő videó, aztán miket posztolsz, mit írsz, miről írsz, vagy csak megosztás, vagy ugye odadobsz egy képet, és akkor mondjuk például az osztálytalálkozóról 25-öt, és ágyesz-bugyesz ezzel ugye el is rendezted a dolgot, ugye, és akkor ezt a sok képet az emberek nem szívesen, vagy egyáltalán nem nézik meg. Vagy pedig megtanulsz posztolni, és megtanulsz élő videót esetleg. Ugye, és akkor vannak még a sztorik, hogy mit tartalmaz a sztori, az egy külön történet, teljesen más célja van, és annak is megvan ugye a sémája, hogyan kell ezt csinálni. Ha erre kíváncsi vagy, akkor ma este 20 órakor lesz egy ilyen tréning, ahol ha gondolod részt vehetsz itten a videó alatt, akkor szívesen kérd a segítségemet. Aztán ugye a második, ugye van egy jó hírem, hogy folyamatosan tanítjuk a csoportba, hogy kell ezt használni, hogyan kell témát választani, de az sem mindegy például, hogy melyik nap milyen témát választasz. Az emberek másra fogékonyak hétfőn, mint szerdán, vagy csütörtökön, vagy szombaton. Aztán, ha élő videót készítesz, milyen témája, illetve milyen hosszú legyen. A címe pedig azonnal meg kell fogja az embereket, és tegyél bele hashtaget, vagy nem, miért rakjál bele, és milyen rendszerességgel készíts videót, és milyen órában. Ezeket a dolgokat gondoltam, hogy megismertetem veled, remélem tudtam segíteni, értéket adni, és a következő videóban is erre törekszem, tarts velem akkor is. Köszönöm szépen, szia!